Újabb részletek. Egyszerűsödött a családok otthonteremtési kedvezményének igénylése. Az ingatlanokra vonatkozó korábbi energetikai besorolásokat eltörölték. Segítség a nyelvvizsgához. Eddig több mint 10 000-en vettek részt a diplomamentő programban országszerte. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csak nem 40 képzést indítottak. Kevesebb a véradó. Egy véradás alkalmával 4,5 deciliter vért vesznek, ezzel a mennyiséggel 3 betegen is lehet segíteni. Egyszerűsödött a családok otthonteremtési kedvezményének igénylése. Az ingatlanokra vonatkozó korábbi energetikai besorolásokat eltörölték. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A gyermekek életkorára vonatkozó szabályok is változtak, abban az esetben, ha valaki a már meglévő gyerekek után veszi igénybe a támogatást. Így 25 éves korig gyermeknek számít az is, akinek igazolni tudják, hogy a szülők tartják el, és nappali tagozaton felsőoktatási intézményben tanul. A családok otthonteremtési kedvezménye miatt megnövekedett az érdeklődés a lakások és családi házak iránt, főleg azok körében, akik az új 10 plusz 10 millió forintos támogatást szeretnék igénybe venni. Az általunk megkérdezett hiteltanácsadó elmondása szerint az egyik legfontosabb követelmény építkezés vagy új ingatlan vásárlásánál egyaránt, hogy a lakásnak legalább 60 négyzetméternek, míg a családi háznak legkevesebb 90 négyzetméter alapterületűnek kell lennie. A korábbi energetikai besorolásokat azonban eltörölték. Az energetikai minősítéshez kapcsolódóan a csoknak az összegét befolyásoló tényező megszűnt, mivel egységesen itt 10 millió forint a maximum felvehető. Gyerekszám ugye vállalni lehet, és a meglévő gyerekek után. Ha vállalni szeretne valaki gyermeket, akkor ezt csak házaspárok tehetik meg, és egy könnyítés, hogy a házaspár egyikének még nem kell, hogy betöltse a 40. életévet, akkor lehet igényelni. A gyermekek életkorára vonatkozó szabályok is változtak abban az esetben, ha valaki a már meglévő gyerekek után vesz igénybe a támogatást. Így 25 éves korig gyermeknek számít az is, akinek igazolni tudják, hogy a szülők tartják el, és nappali tagozaton felsőoktatási intézményben tanul. Igazolni kell továbbá a köztartozásmentességet, a társadalombiztosítási jogviszonyt és a büntetlen előéletet. A feltételek közé tartozik az is, hogy az eladó nem lehet a vevő közeli hozzátartozója, ha pedig az eladó valamilyen társaság, nem lehet tulajdonos a cégben. Új lakásnak a 2008. július 1-én vagy ezt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező ingatlan számít, de ez sem minden helyzetben. Új lakás építésénél, ha az építető magánszemély, akkor tőle már nem vásárolhatom meg ezt az ingatlant úgy, hogy új lakásnak minősüljön. Hiába 2008. július 1-i követően adták ki az építési engedélyt. Ez abban az esetben képzelhető el, ha én, mint magánszemély 2008. július 1-ét követően kaptam egy építési engedélyt, elkezdtem az építési munkálatokat, de nem tudtam befejezni. Akkor én a befejezéshez saját magamnak igényelhetem a 10 plusz 10-es konstrukciót. Ha az építető jogi személy, akkor már meg tudom vásárolni tőle új lakásként ezt az ingatlant. Érdemes azonban meggondolni a csok igénylését, ha valaki ugyanis önhibájából nem teljesíti a 3 gyermek vállalását, akkor a támogatást a jegybanki alapkamat 5-szörösével megegyező kamattal kell visszafizetnie. Eddig több mint 10 000-en vettek részt a diplomamentő programban országszerte. Mint ismert, azok élhetnek ezzel az ingyenes nyelvi képzési lehetőséggel, akik nyelvvizsga hiánya miatt nem tudták átvenni diplomájukat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4 településen csak nem 40 képzést indítottak, ezeken több mint 400-an vettek részt. I love watching films and listening to music. Sometimes I read a book. Angol szituációs gyakorlat a Nyíregyházi Egyetemen. Ez a kurzus ősszel kezdődött, a résztvevők itt is ingyenesen tanulhatnak. A diplomamentő program 2014 tavaszán indult el, ekkor nyitották meg a regisztrációs felületet, majd pár hónappal később, 2014 augusztusában már részt is vehettek a tanulók az első idegen nyelvi képzéseken.
A mai napig több mint 900 képzést indítottunk el, erre közel 14 ezeren jelentkeztek, és a 14 ezer főből nagyjából olyan 10.200 fő az, aki támogatásban is részesült. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 4 helyszínen voltunk jelen a képzéseinkkel. Konkrétan ezek voltak Nyíregyháza, Fehérgyarmat, Kisvárda, illetve Mátészalka. Itt csak nem 40 képzést indítottunk el, és ezeken több mint 400 fő vett részt. A legnagyobb érdeklődés természetesen a 240 órás képzések iránt volt, ezen kívül azonban indítottunk 120, 180, illetve 360 órás képzéseket is. Összesen 2 nyelvből, angolból, illetve németből indítottunk képzéseket. Az elmúlt hónapokban a Nyíregyházi Egyetemen 7 kurzust, 6 240 órásat és 1 360 órásat indítottak el. 3 kurzus zárt úgy, hogy ott már a nyelvvizsga eredmények is megszülettek. Örömteli számunkra, hogy egy csoport 100%-os sikerrel végzett, tehát mindenkinek megvan a komplex nyelvvizsgája. A 3 átlagában pedig 26 emberből 20-nak van meg a komplex nyelvvizsga, a többieknek pedig vagy szóbeli van már meg, vagy írásbeli, hát bízunk benne, hogy itt is jönnek még a sikeres bizonyítványok. Jelenleg országosan mintegy 3200 olyan diplomamentős nyelvvizsga van, amit már sikerült feldolgozni az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.-nek. A nyelvvizsgák folyamatosan érkeznek be a központba, így majd csak a diplomamentő zárásakor derül ki, hogy mennyire volt eredményes a program, amely év végén zárul. Kevesebb a véradó januárban az év többi részéhez képest, pedig a véradást megelőző kontrollvizsgálat egy alapos orvosi ellenőrzés is. Egy véradás alkalmával 4,5 deciliter vért vesznek, ezzel a mennyiséggel 3 betegen is lehet segíteni. A Magyar Vöröskereszt munkahelyi, ifjúsági és lakossági véradásokat szervez a közeljövőben. Ahhoz, hogy biztonságos legyen a magyarországi vérellátás, évente közel 450 ezer egység vérre lenne szükség. Tavaly azonban mindössze 405 ezer egységnyit adtak. Ez a mennyiség csak éppen fedezi a kórházak igényeit, közölte az Országos Vérellátó Szolgálat. Egy véradáskor egy egység, azaz 4,5 deciliter vért vesznek a véradóktól, akik a tapasztalatok szerint januárban kevésbé aktívak. A december hónap az egy nagyon szép erős hónapunk volt, és nagyon sok véradó szándékú ember jelentkezett kiszállásos véradásokon és a vérellátó állomáson is. Azt tapasztaljuk, hogy mostanára ez a hajlandóság némileg csökkent. Szeretnénk, hogyha az emberek elgondolkodnának azon, hogy bármikor bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy segítségre szorul, és segítsen, aki tud, azt szeretnénk kérni. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta szervez véradásokat. Fontos tudni, hogy a véradás nem vérvétel, így nyugodtan ehetünk és ihatunk előtte, valamint egyben egy szűrővizsgálat is, így visszajelzést is kaphat a véradó az egészségi állapotáról. A segítségnyújtás mellett így komoly előnyei is vannak. 15 éve járok vért adni körülbelül, minden évben egy alkalommal szoktam a lakóhelyemen szervezett véradáson részt venni. Ez most egy ilyen speciális eset, egy barátunknak van egy komoly szívműtétje, és ő neki vérkészletre van szüksége, és most egy ilyen rendkívüli akció keretében érkezünk itt többen ebből a baráti társaságból, és adunk vért a számára. A Nyíregyházi vérellátó állomáson hétköznaponként reggel 9 és délután 3 óra között várják a véradókat. Ezen kívül a megyeszékhelyen több munkahelyi intézeti véradást is szervez a Vöröskereszt, valamint február első hetében az ifjúsági véradások is elindulnak. Összesen 460 milliárd forintot szán az egészségügy rendbetételére az a törvényjavaslat, amit Tóbiás József, a Magyar Szocialista Párt elnöke és Tukacs István országgyűlési képviselő nyújtott be ma a parlament elé. A párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján elhangzott, az egészségügyi dolgozók azonnali fizetés emelésére van szükség, amihez a költségvetésben rendelkezésre állnak a források. 310 milliárdot szánunk az egészségügyi dolgozók 50%-os bérfejlesztésére.
Azért akarjuk megvalósítani az 50%-ot, mert ez volt az ő követelésük. Ők viszont nincsenek olyan helyzetben, hogy a parlamentben is be is adják, és szavazásig vigyék ezt az ügyet. 150 milliárdot szánunk arra, hogy a gyógyításnak meglegyenek a megfelelő eszközei, akár a gyógyításnak, akár az ápolásnak az eszközei. És mi úgy gondoljuk, hogy a költségvetésben van tenérdek olyan tétel, amiből megteremthető ez az összesen 460 milliárdos összeg a betegekért és a gyógyítókért. Akár mobil applikációval is fizethetőek a csekkek, ráadásul a bankkártyás csekkbefizetés most már nem költséges készpénzfelvételnek, hanem kártyás vásárlásnak számít, tájékoztat a televíziónkat a Magyar Posta szóvívője. Apáti Tóth Kata hozzátette, a tavaly bevezetett újításoknak köszönhetően mérséklődött a csekkes befizetések csökkenésének tendenciája. Csak tavaly 215 millió csekket fizettek be a postákon, mintegy 2190 milliárd forint értékben. Míg a korábbi időszakban éves szinten 4-5%-kal csökkent az úgynevezett csekk volumen, addig 2015-ben a tendencia 2%-ra mérséklődött. Ez a 2015-ös fejlesztéseknek köszönhető, véli a Magyar Posta szóvivője. Apáti Tóth Kata megkeresésünkre elmondta, a csekk megújítása és az elektronikus fizetési csatornák terjesztése érdekében tavaly év elején a posta többek között kötelezővé tette az úgynevezett QR kód feltételét. Tüntetését is. Kötelezővé tettük a teljes kitöltöttségű csekkeken az úgynevezett csekk QR kód feltüntetését a szolgáltatók számára. Ennek köszönhetően ugye az ügyfelek már mobiltelefonnal is az e-check mobil applikáció, illetve a Magyar Posta mobil applikációjának letöltése után bárhol, bármikor be tudják fizetni a csekkeiket, ez kártyás vásárlási tranzakciónak minősül egyébként. Így módon 2015-ben 370 ezer csekket fizettek be az ügyfelek 3,5 milliárd forint értékben. A bankkártyás csekkbefizetésnél is történt változás, a korábbi költséges készpénzfelvételi tranzakció helyett már kártyás vásárlásnak minősítik az ilyen jellegű befizetést. Azonban az általunk a nyíregyházi kettes postán megkérdezettek között a legtöbben még mindig a készpénzes megoldást választják. Sokkal egyszerűbb ez nekem, mert akkor fizetek, amikor van pénzem. Én általában készpénzzel fizetek, de nem sűrűn fizetek be csekket, ugyanis megvan bízva az OTP-ben a bankomnál a csoportos beszedésre a bank, úgyhogy nagyon ritkán fizetek csekket. A Magyar Posta adatai szerint csak tavaly 215 millió csekket fizettek be a postákon, mintegy 2190 milliárd forint értékben. Február 11-én ismét lesz torkos csütörtök, amikor mindenki féláron próbálhatja ki a magyar vagy akár a nemzetközi gasztronómia remekeit. A kezdeményezésről hamarosan részletesen is szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Pénteken 10 napos törökországi edzőtáborba utazik a Nyíregyháza Spartakusz. Az NB3 keleti csoportjának listavezetője 4 felkészülési meccsen lép pályára majd Belekben, ahol kazah, grúz, örmény és német csapatok ellen csiszolhatja formáját Mátyus János együttese. Győzelemmel kezdte az évet a nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a Superliga 12. fordulójában a BKV előre csapatát fogadta, és a fővárosiak 6-2-es vereséggel távoztak a Városi Stadion Teke csarnokából. Február 11-én ismét lesz torkos csütörtök, amikor mindenki féláron próbálhatja ki a magyar vagy akár a nemzetközi gasztronómia remekeit. A már 11. alkalommal életre hívott rendezvényt idén is a Magyar Turizmus ZRT koordinálja. A kezdeményezéshez csatlakozott éttermek listája folyamatosan bővül és már elérhető interneten. Torkos csütörtök. Kiváló alkalom ez arra, hogy a vendéglőbe, étterembe járók keressenek maguknak új törzshelyet, vagy visszatérjenek kedvelt helyük egyikébe, és ott fedezzenek fel új ízeket, jelen esetben féláron. Az elmúlt 11 évben azt lehet mondani, hogy nagyon sok étterem csatlakozott ehhez a rendkívül jó promóciós kampányhoz, amelyet 11. alkalommal rendeznek meg ma, 2016-ban, február 11-én. És remélhetőleg nagyon sok étterem fog ehhez csatlakozni, mi is arra biztatjuk a kollégákat, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagságát, hogy csatlakozzanak ez eme eseményhez. Az elmúlt 5 évben, hogyha számok tükrében nézzük, akkor visszafelé minden évben körülbelül 150 ezer vendég vett részt ezen az eseményen, és körülbelül 600 étterem csatlakozott hozzá évente.
Január 19-től interneten egy étteremkereső is segíti a vendéglátóhelyek közötti böngészést. Most jelen pillanatban ott tartunk, hogy 22 darab étterem csatlakozott ehhez a felhívásunkhoz a régióban, és ez napról napra bővülni fog, hiszen a regisztráció február 9-én fog lezárulni. Ez az év, a 2016-os év, a Magyar Turizmus ZRT tematikus éve, a gasztroélmények éve, és ez a torkos csütörtök valójában ennek a gasztroélmények évének a nyitánya is lesz egyúttal. A néphagyomány szerint torkos csütörtökön, idén február 11-én, annak ellenére, hogy a húsvéti 40 napos böjt kezdetét jelentő hamvazó szerdát követően ünnepeljük, ismét szabad húst enni, csupán azért, hogy elfogjon a farsangi maradék. Pénteken 10 napos törökországi edzőtáborba utazik a Nyíregyháza Spartakusz. Az NB3 keleti csoportjának listavezetője 4 felkészülési meccsen lép pályára majd Belekben, ahol kazah, grúz, örmény és német csapatok ellen csiszolhatja formáját Mátyus János együttese. A felkészülés 3. hetének közepén tart a Nyíregyháza Spartakusz. A 2. hetet a Sényű ellen 5-2-es győzelemmel zárta le Mátyus János együttese, amely a korábbi tervektől eltérően szerdán nem lépett pályára az Ibrány ellen. Helyette edzetek a játékosok, akik még csütörtökön is tréningeznek egyet, majd elutaznak a törökországi Belekbe. Mátyus János vezetőedző egyelőre több játékosára nem számíthat sérülés miatt. Felemás tapasztalataim vannak, aki a munkát elvégezte, az nagyon szépen dolgozott, a fizikális felkészítés dandárja megtörtént. Mostantól kezdve a csapatjáték finomításával foglalkoznánk, viszont az ambivalencia azért van bennem, mert rengeteg sérült játékos van a csapatban. Nagyon kevesen voltunk eleve is, és nagyon sokan kiestek különböző okok miatt. Ez nem jó, azon fogunk dolgozni, minél korábban ők visszajönnek, és minél korábban tudjunk a kimondott csapatjátékunkkal majd foglalkozni. A Sparja tavalyi évhez hasonlóan 10 napot tölt majd a törökországi Belekben, ahol ebben az időszakban rengeteg európai csapatedző táborozik. Körülmények kifogástalanok lesznek, hiszen én voltam itt játékosként, hát jó sokszor edzőként eddig egyszer a Sparival, de a tavaly-tavaszi jó szereplésünkben a tábornak óriási szerepe volt, nagyszerűen sikerült az akkori fölkészülésünk. 18 fős kerettel és 7 stártagot fogunk megérkezni pénteken estére, ha Jóisten megsegít minket Belekbe. Remélem, hogy hasonló kvalitású munkát fogunk elvégezni, mint tavaly ilyenkor. A nyíregyháziak vasárnap a kazah első osztályú SC Kairat ellen lépnek pályára, január 27-én pedig a német Viktória Berlinnel játszanak pöléskeiék. A folytatásban még egy grúz és egy örmény csapattal mérkőzik meg a Spari, amely február 10-én a Magyar Kupában a Debrecen ellen játsza idei első tétmeccsét. Győzelemmel kezdte az évet a Nyíregyházi Tekeklub együttese. Az NTK a Szuperliga 12. fordulójában a BKV előre csapatát fogadta, és a fővárosiak 6-2-es vereséggel távoztak a Városi Stadion tekecsarnokából. Jól kezdték a meccset a sereghajtó fővárosiak ellen a hazaiak, Szlovenszki Tibor 610 fát elérve szerzett csapatpontot, míg Magyarósi Péter 588 fás teljesítménnyel tette ugyanazt. Az első kör után így 2-0-ra vezetett az NTK úgy, hogy a nyíregyháziaknak 83 fa előnyük volt riválisukkal szemben. A középső párban úgy láttuk, hogy a Ráski Jánosra az egyik biztos vendégpontot írták, míg jó magamra egy közepes eredménnyel bíró játékost. Sajnos nekem néhány fákon mentek el a másik, amelyik negyedik szettek, és így alakulhatott ki, hogy a középső pár után 2-2-re álltunk, és még vezetünk 42 fával, de a zárósorban még bármi előfordulhatott. Azonban nagyszerűen bekezdett a Hakkel-Szegő Levente párosunk a zárósorba, és mivel már Dezső rögtön az első pályán több mint 50 fát vett ellenfelére, így már biztosan lehetett tudni, hogy hazai siker fog következni, de azért még mindenképpen meg kellett küzdeni a fontos szetpontokért, és az utolsó pályán Szegő Levente is begyűjtötte a fontos csapatpontját. Az NTK végül 3438 fát dobva 6-2-re megnyerte a mérkőzést. Fintáig szombaton ahhoz a Kaposvárhoz látogatnak, amelyet még soha nem sikerült legyőzniük a Szuperligában.
nem feltett kézzel megyünk Kaposvárra. Tavalyi évben már egész jól érezte jó néhány játékosunk a kaposvári pályát, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk jól játszani, és nagyon bízom benne, hogy végre valahára egy ilyen meglepetés újra benne van ebbe a csapatba, és most Kaposváron kijön majd nekünk a lépés. A Szuperliga tabellájának élén 12 fordulót követően a Szeged áll 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 20 pontos Vircelakot és a 19 pontos Zalaegerszeget. A nyíregyházi Teke Klub 8 ponttal a 9. helyet foglalja el a 12 csapatot számláló mezőnyben. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Egyszerűsödött a családok otthon teremtési kedvezményének igénylése, az ingatlanokra vonatkozó korábbi energetikai besorolásokat eltörölték. A gyermekek életkorára vonatkozó szabályok is változtak, abban az esetben, ha valaki a már meglévő gyerekek után veszi igénybe a támogatást. Így 25 éves korig gyermeknek számít az is, akinek igazolni tudják, hogy a szülők tartják el, és nappali tagozaton felsőoktatási intézményben tanul. Eddig több mint 10 000 vettek részt a diplomamentő programban országszerte. Mint ismert, azok élhetnek ezzel az ingyenes nyelvi képzési lehetőséggel, akik nyelvvizsga hiánya miatt nem tudták átvenni diplomájukat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4 településen csak nem 40 képzést indítottak, ezeken több mint 400 vettek részt. Kevesebb a véradó januárban az év többi részéhez képest, pedig a véradást megelőző kontrollvizsgálat egy alapos orvosi ellenőrzés is. Egy véradás alkalmával 4,5 deciliter vért vesznek, ezzel a mennyiséggel 3 betegen is lehet segíteni. A Magyar Vöröskereszt munkahelyi, ifjúsági és lakossági véradásokat szervez a közeljövőben. A Kölcsei Televízió híradóját látták szerdán. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd Önöket. Híreink továbbra is elérhetőek weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk kisebb havazással. Egy hidegfront érinti a Kárpát-medencét, átmenetileg nagyobb nedvességtartalmú, majd csütörtökön napközben nyugat felől már egyre szárazabb levegő áramlik térségünk fölé. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, havazás, hózápor több helyen előfordulhat, reggelre általában -9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben napos időre számíthatunk, néhol havazással. Délutánra -1 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Csütörtökön, pénteken túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk, a hétvégén átmenetileg megnövekszik majd a felhőzet, szorványosan húszálingózás, havazás is előfordul. A jövő hét elején változóan felhős időre van kilátás, legfeljebb északkeleten lehet húszálingózás. Mérséklődik az éjszakai lehűlés, és 2-től országszerte fagypont felett alakul a maximum hőmérséklet.